Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A telefonnál pedig Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Nem ezekkel a témákkal kapcsolatban kérdezném önt először, bár lehet, hogy egyiket másikat bele fogom keverni, hanem azzal kapcsolatban, hogy néhány nappal ezelőtt a parlamentben egy kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy hogyan képzelik és miért a határon kívül dolgozók, Nyugat-Európában dolgozók szavazati jogát, illetve lehetőségeit, és az a jelenlegi helyzetet, vagy a jelenlegi szabályozást ön azzal védte, hogy tulajdonképpen a szavazás lehetősége nyitva áll például a Londonban, vagy Németországban dolgozók számára is, és hogyha a magyarországi lakcímük megszűnik, azt megszüntetik, akkor ugyanúgy levélben szavazhatnak, mint mondjuk az Erdélyben élő és kettős állampolgárságot választó regisztrált magyarok. Ez viszont olyannak tűnik, mintha a kormány felszólítaná az egyébként csak ideiglenesen néhány hónapra vagy évre dolgozni ment magyarokat, hogy adják föl az itteni bázisukat, és akár emigráljanak is. Hát semmiképpen nem szeretnénk, hogyha ők tartósan ott maradnának. Ha valaki külföldön tanul vagy dolgozik, az nyilván neki sok előnnyel jár, és az országnak is abban az esetben, hogy ő visszatér. Úgyhogy mi ezért is igyekszünk ösztönözni sok mindennel a visszatérésre a külföldön dolgozó fiatalabbakat, meg idősebbeket is. És nem kell ahhoz nyilván megszüntessék a lakcímüket, hogy szavazhassanak, csak a levélben szavazás lehetősége azoknak nyílt meg a választási törvényben, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, akik rendelkeznek, azoknak pedig nagykövetségre lehet bemenni, ugyanúgy, mint ahogy mi, akik itthon vagyunk, bemegyünk egy szavazóhelyiségbe, nekik is kvázi egy szavazóhelyiségbe kell bemenni, csak az a nagykövetségnek az irodája, vagy a konzulátusnak, vagy ahol éppen hogyan tudják kialakítani, és oda mennek be, és ott adják le a szavazatukat. Én emlékszem még 2006-ra, amikor a Fidesz nagy hangon követelte, hogy nehogy már be kelljen menni konzulátusokra vagy nagykövetségre a külföldön élő magyaroknak, lehessen levélben szavazni, ez olcsó is, más országokban is működik, és sokkal praktikusabb megoldás, mint hogy kimenjen mondjuk New Yorkba vagy Washingtonba egy több párti vagy több megfigyelőből álló delegáció, hogy ellenőrizze a szavazás lebonyolítását, és volt ebben valami. Ehhez képest most, amikor jóval többen élnének vagy élhetnének ezzel a szavazási joggal külföldön, önök mégis a bonyolultabbat, a nehézkesebbet és a szavazás tömegességét elő nem segítő megoldást választják. Miért? Azért a múltban sem teljesen így volt, ahogy én emlékszem, hiszen a tersőben arra törekedett a Fidesz-KDNP, hogy a külföldi szavazóhelyiségekben is legyen Fidesz-KDNP delegát, és volt is, és a pártok a maguk költségükén utaztattak ki oda a választási bizottsági tagokat vagy megfigyelőket, hogy részt vegyenek a szavazatszámlásnak a folyamatában. A másik kérdés az általános levélben való szavazásnak a lehetősége, hiszen más országokban mindenkinek megvan a lehetősége szinte, hogy levélben szavazzon, sőt az Egyesült Államokban ugye vannak, akik elektronikus úton szavaznak. És valóban ez felmerült sokszor már az elmúlt években, hogy Magyarországon is bevezethető, akár az alkotmányozás vitájában is, vagy korábban is a választási törvény módosításával kapcsolatban felmerült, hogy mi lenne, ha megnyitnánk Magyarországon általánosan a levélben szavazás lehetőségét mindenkinek. De végül pontosan azért, hiszen nagyon soknak nagyon sok aggája vetődött föl, hogy ez a választás tisztaságát sérthetné, hiszen ugye hallottunk olyanról, hogy láncszavazás és egyéb veszélyek a választásokkal kapcsolatban. Inkább a nagyobb biztonság érdekében ez a vita, amiben volt minden oldalról mindenfajta ér, tehát bal oldalról is, jobb oldalról is volt, aki levélpárti volt, volt, aki levélben szavazás ellenes volt, de végül a biztonsági okokból azt mondtuk, hogy tiszta legyen a választás, ezért itthon mindenki menjen a szavazóhelyiségbe, aki nem tud, az pedig kimegy a mozgóurna, de ne legyen megnyitva a magyarországi lakcímmel rendelkezők számára a
a levélbeszavazásnak a lehetősége. És nyilván, ha valaki rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor egyenlő szabályok kell, hogy vonatkozzanak rájuk. Nem lehet az, hogy valaki bejelentheti, van, aki meg nem jelentheti be, hogy levélben szeretne szavazni, akkor bárkinek meg kell nyitni a lehetőséget, hogy levélben szavazzon, magyarországi lakcím ellenére is. De mégis miért kerül hátrányos helyzetbe az, aki nem emigrált ebből az országból, nem kettős állampolgárság, csak egy van neki, a magyar, viszont néhány évre vagy hónapra Ausztriában, Németországban, Angliában, Hollandiában dolgozik, miért nem élhet ő a sokkal egyszerűbb levélben szavazás lehetőségével, miért van hátrányosan megkülönböztetve az erdélyi magyarhoz képest, holott legalább annyi joga volna neki is szavazni, leadni a szavazatát, de ezt fizikai okokból nagyon sokan, a túlnyomó többség nem fogja tudni megtenni. Mégiscsak ez a praktikus helyzet. Szerintem egyáltalán nincs hátrányos helyzetben egy Hollandiában dolgozó magyar, egy erdélyi magyarhoz képest. A kettőjüknek más a helyzete, hiszen az erdélyi magyar Erdélyben született, a Hollandiában dolgozó magyar pedig kiment Hollandiába dolgozni. Az is lehet, hogy Erdélyben született. Ha bejelenti a lakcím nyilvántartónál, hogy ő Hollandiában él és dolgozik, onnantól kezdve szavazhat levélben. De miért adja föl a magyarországi lakcímét? Az is lehet, hogy a felesége meg a gyerekei itthon vannak. Itt akarnak élni, van egy bejelentett lakásuk, ő is hazajön egy évben kétszer-háromszor, de most éppen mondjuk április 6-án külföldön fog dolgozni, és nem egyedül van, több százezer ilyen van. Nem fog tudni elmenni a londoni nagykövetségre, mert a befogadó képesség hiánya sem teszi lehetővé, hogy ott százezer ember szavazzon, még ha bérelnének más helyiségeket, akkor sem. Meg a magyarok egy része Cardiffban, vagy Edinburghban, vagy Manchesterben dolgozik, és nem fog elutazni Londonba. Hát önök is tudják, hogy ez a helyzet, az a kérdésem, hogy mitől tartanak? Nem tartunk semmitől. Ön is emlékezhet arra, hogy pár évvel ezelőtt, nem is olyan régen, ugye volt olyan szabály, hogyha valaki 3 hónapon túl valahol máshol van, mint a lakcíme, de ez lehet akár országon belüli költözés, és nem kell, hogy külföldi legyen, hogy a 3 hónapon túl be kellett jelenteni, hogy hol tartózkodik a hatóságok felé. Ugyanakkor ezt az emberek tömegesen nem tették meg, és tényleg ez olyan szabály volt, ami előírt egy kötelezettséget, de valójában nem tartották be, és ezért jó pár évvel ezelőtt ezt eltörölték, és most már nem kell 3 hónap után kinek a valós tartózkodási helyét bejelenteni. Ez nem azt jelenti, hogy bármit föl kell adjon, hogyha valaki külföldön van Magyarországon. Ugyanúgy természetesen, hogyha visszatér, akkor ott lesz a lakcíme, ott élhet, nem kell, hogy feladjon bármit, lakást, kapcsolattartást, egyebeket. Csak azt kérjük, hogyha valaki az egyik helyen van, akkor azt jelentse be, hogy ott van. Ha pedig egy másik helyen él és lakik, akkor jelentse be, hogy a másik helyen él és lakik, de utána persze jöjjön vissza, hát itthon várjuk őt, csak annyi lenne neki a kötelezettsége vagy feladata, amit vállalhat, hogy jelentse be, hogy reálisan hol tartózkodik. És ha elmondja, hogy bár az okmányaimban azt szerepel, hogy mondjuk Békés Csabán élek, de valójában egy éve nem voltam Békés Csabán, és Cardiffban vagyok, és ha ez bejelenti nekünk, hogy igazából nem Békés Csabán van, hanem Cardiffban, akkor levélben küldjük el neki a szavazólapot. Nem kell ehhez felmondani az itthoni bejelentett lakcímét? Elég csak kvázi regisztráltatnia magát, hogy én kérem szépen Cardiffban vagyok, és levélben szeretnék szavazni, mert ha ez így van, akkor ez alapvető változásnak tűnik legalábbis a számomra az eddigiekhez képest. Hát van egy ilyen nagyon bonyolult nevű műintézményünk, hogy KKH, amelyik nyilván tartja kinek a lakcím, a hivatalos lakcím nyilvántartás. E felé kell neki a valós állapotot bejelenteni. Mi azt kérjük, hogy akinél lényben egy ilyen nem valós állapotot tükröző adat szerepel ott, tehát azon, hogy Békés Csabán van, miközben nincs Békés Csabán már egy éve, akkor jelentse be, hogy hol van valóságosan. És tényleg, hogyha valóságosan elmondja, hogy hol él, hol dolgozik, hol tölti az elmúlt egy évét, meg lehet, hogy még fél évig ott van, bízunk benne, hogy minél hamarabb hazajön. Ha felfedi a reális jogi helyzetet, tehát betartja lényegében azt a jogszabályt, hogy ki azon a lakcímmel legyen bejelentve, ahol él, akkor utána ő meg is fogja kapni a szavazólapját is, de ha nem jelenti be, ha nem az a nyilvántartott adata, mint ami a valóság, akkor is a nagykövetségre el tud menni, és ott tud szavazni. De akkor még egyszer kérdezem, hogy ez világos legyen, és ki tudna pontosabb választ adni, mint a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Ha egy Cardiffban dolgozó magyar ennek a bizonyos keknek, hogy hívják? KKH, mint lakcím nyilvántartás, mondjuk lakcím, így. Jó, lakcím nyilvántartás. Igen, bejelenti, hogy ő most a következő hónapokban
vagy már egy ideje Cardiffban él és dolgozik. Ellenben van egy állandó bejelentett lakcíme Békés Csabán, viszont oda nem fog jövő tavasszal visszatérni, hanem továbbra is marad reményei szerint dolgozni tavasszal Nagy-Britanniában. Ezért kéri, hogy ő levélben szavazhasson, akkor ezt megteheti anélkül, hogy felmondaná azt a bejelentett állandó lakcímét? Ugye két lakcíme nem lehet valakinek, csak egy. Akkor ezek szerint fel kell adnia a bejelentett lakcímét. Nem, hát vissza fog oda menni. Hát, hogyha idéglenesen van távol, akkor idéglenes címnek jelenti be. Ugye van akinek a lakcímkártyán így szerepel. Viszont két helyen ugye nem lehet lakni, vagy abból akkor ki kell látni, melyik a fő helye, ahova hivatalos iratokat is kapja. Hát ez sok szempontból fontos, hogy az állam és a polgára közötti kapcsolattartás szempontjából is. Tehát nyugodtan visszamehet oda, nyilván ő háza, tehát nyugodtan bármikor. És mondom, mi hazavárjuk és igyekszünk olyan kedvezményeket adni, ami adózásban, családtámogatásban vonzó még egy Nyugat-Európában élő számára is, ha bár jól tudjuk, hogy a fizetés viszont ott sokkal vonzóbb sokaknak. De ettől függetlenül, hogy ha bejelenti, hogy tartósan most Cardiffban tartózkodik, akkor Cardiffban fog levelet kapni. Ha pedig visszajelentkezik, hogy Békés Csabán él, akkor a szokott választókörzetébe szavazóhelyiségét. Van ennek valamiféle meghatározott formája, esetleg formanyomtatvány, hogy valaki ilyet le tud tölteni az interneten ennek a hivatalnak a honlapjáról, és ezt hazaküldi ebbe a hivatalba, és onnantól kezdve a dolog magától megy? Bevallom őszintén, amikor utoljára ilyet csináltam, akkor egy ilyen rózsaszín lap volt, amit ki kellett tölteni, és el kellett juttatni itt a lakcím nyilvántartóval. Lehet, hogy most is így van, lehet, hogy nem. Én legutóbb így csináltam, elég egészen egyszerű volt, nem kellett semmit különösebben mellékelni hozzá, csak be kellett jelenteni, hogy hol vagyok. Persze én Magyarországon belüli címet jelentettem be, Magyarországon kívül itt még nem, de ott is ugyanígy nyilván a konzuli szolgálat azért van, hogy az ilyesfajta hatósági ügyekben eljárjon. Tehát aki azt szeretné, hogy levélben kapja meg a szavazólapját, annak csak a reális állapotot, a valóságot kell a magyar hatóság felé bejelenteni, és onnantól kezdve kapja a szavazólapját a saját postaládájába. Nem kellene a kormánynak elindítania egy tájékoztató kampányt, már nincs olyan sok hátra a választásokig, mert ezzel több százezer magyar szavazót tudnának bevonni a választásokba. Ezt gondolom a kormánynak elvileg is, talán még gyakorlatilag is érdeke volna. Azt a pár millió forintot nyugodtan rá lehet erre költeni. Igen, sajnos egy félretájékoztató kampányt viszont sokan visznek, akik azt mutatják, mintha ezeknek az embereknek nem lenne lehetősége szavazni csak akkor, hogyha felutaznak egy városba, mármint egy fővárosba, vagy olyan helyre, ahol követséget találnak. De természetesen... De ha önök megcsillantják előttük a levélben szavazás lehetőségét, íme csak ez kell hozzá, és ettől önnek nem lesz semmiféle hátránya, akkor talán sokan megértenék, hogy szavazhatnak is, és ettől még nem lesznek Magyarországról kitiltva, nem fogják elveszteni a lakhelyüket, mert visszajelentkezhetnek állandóra, hogyha valóban visszatérnek az országba, de erről őket tájékoztatni kellene. Az a szerencsés jogi helyzet van Magyarországon, hogy a választásokat egy teljesen független szerv, a Nemzeti Választási Bizottság és a Választási Iroda szervezi, tehát minden ezzel kapcsolatos különböző tájékoztató kampány, az náluk van. Régen valóban itt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban is volt egy részleg, itt a választásoknak az ilyesfajta lebonyolításával foglalkozott, de ezek az új rendszerben ezek a részlegek kikerültek a végrehajtó hatalom alól, és teljes mértékben a független Nemzeti Választási Iroda alá kerültek, tehát ők tudják eldönteni, hogy milyen kampányt indítanak és mit nem, de én valóban, ahogy ön is mondja, életszerűnek találom azt, hogy ez egy valamelyest új helyzet, hogy levélben lehet szavazni, hiszen ne feledjük el, hogy 1990-től 2010-ig senki nem szavazhatott levélben. Az új választási törvény nyitotta meg annak a lehetőségét, hogy most már lehet levélben szavazni. Eddig is, aki Magyarországról kiköltözött, és az előző választásokon dolgozott, mondjuk Cardiffban, neki semmifajta lehetősége nem volt arra, hogy a választások részt vegyen, csak azt, hogyha felutazik Londonba. Tehát innentől fogva kibővült ez a lehetőség, tehát érdemes erről szerintem is tájékoztatást adni, hiszen többen férhetnek hozzá a választás lehetőségéhez, akik külföldön vannak, mint ahányan 2010-ben, 2006-ban, vagy az előtt hozzáfértek. Mit gondol a Nemzeti Választási Bizottság és a Választási Iroda nagyon rossz néven venné a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, hogyha a minisztérium fölhívná a figyelmüket arra, hogy talán segítene ez a választások tisztességes, rendes lebonyolításában, a szavazási kedv serkentésében, hogyha ilyen tájékoztatókat vagy kampányokat elindítanának.
és esetleg némi pénzt is megszavazna hozzá a parlament? Hát nekem, mint állampolgárnak is, meg nyilván valamest államtitkárként is mindenkinek az az érdek, hogy minél többen menjenek el szavazni. Nem jó, hogyha ilyesfajta átiratok vannak oda-vissza, szerintem a választás, de ugye önmaga is vállalja azt a feladatát, hogy az embereket tájékoztatja minél szélesebb körülön, és az emberek közül 1-200 ezer ember nem az ország határain belül él hosszú távon életvitelszerűen, viszont választójoga van, akkor nyilván feléjük és ezt kötelezettsége, törvényi kötelezettség megtenni, tehát átirat nélkül is ez a választás anyagi törvényben és eljárási törvényben is szereplő kötelezettsége a Nemzeti Választási Irodának. Nézze, ha önök elmondják többször a nagy nyilvánosság előtt átirat nélkül, hogy ez jó volna, akkor szerintem a siker nem marad el. Hát mi itt már közreműködtünk akkor ebben. Köszönöm szépen, Rétvári Bence, a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Az elmúlt 4 év. Ki mire emlékszik? Mi volt itt? Magyarország elrablása vagy a nemzet felemelése? Memória gyakorlat Szénási Sándorral. Szerkesztő Kovács Gabriella Anna. Az elmúlt 4 év. Minden pénteken este 7 órától.